Ezt az étkészletet 30 évvel ezelőtt vásárolta a Józsa András Múzeum 2 millió forintért. Ezt a hóhérpallost pedig 1895-ben kapta ajándékba a múzeum, azóta a gyűjtemény része. Ez csak néhány tárgya szerdán megnyert állat 150 kiállított darabja közül. A válogatás alapját a korábban megjelent Bőség Szaru című kötet adta. A kiállítás létrejöttéhez közel 20 ember munkájára és három hónapnyi előkészítésre volt szükség. Így a néprajzi, a történeti, a régészeti és a művészet történeti gyűjteményből is a legszebb darabok kerültek elő. Ezek nagyon impozáns tárgyak, és ennek a kiállításnak van egy másik apropója is, hogy ahol most állunk, és ki vannak állítva ezek a műtárgyak, ez még a tavasz folyamán műtárgyraktár volt. pedig... Körülbelül tízezer régészeti dobozt telepítettünk ki ebből a helyiségből, és a Fokos utcai új raktárhelyiségünkbe vittük azért, hogy új kiállítóteret biztosítsunk a nagyszabású kiállításoknak. Ez több mint 200 négyzetméter ennek az alapterülete. Itt kaptak helyet a Gabona tárolására használt edények, Kossuth Lajos fiához ért levele és néhány más, a szakma számára is különleges tárgy. Nagyon kuriózum a nemesi felkeléseknek a zászlajai. Itt volt a Hatörténeti Múzeum régi igazgatója, nem régen járt itt, éppen amikor készítettük a kiállítást. És meg volt döbbenve, hogy nálunk Szabolcsvár megyében három nemesi felkelési, gyönyörű szép 18. századi nemesi zászló itt található. A Hatörténeti Múzeumnak nincsen ilyen gazdag gyűjteménye. A tálat októberben egy másik terembe költözik ebben a modern térben, ugyanis a riplő rónai kiállítás darabjainak fele 80 festmény kap majd helyet. A 150 év gyűjteménye december végéig látható a József András Múzeumban.